Az eseményt a Doroszlói Székhelyű Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska régió fejlesztéséért szervezte meg. Pelt Ilona titkár személyesen is ismerte az írót. Nyugat-Bácskára jellemző a sokszínűség, tehát a népek, a több nemzetiségűek együttélése, és ez is egy komoly üzenete Herceg Jánosnak, ahogy ő ezt tudta a maga módján, a maga stílusába leírni ezeknek a nemzeteknek az együttélését és a szépségét Nyugat-Bácskának. Azt gondolom, hogy ő lesz az az író, aki mindig is a legismertebb és a legelfogadottabb ebbe a régióba. Herceg János munkássága előtt tisztelegve több intézmény és szervezet is megkoszorúzta sírhelyét. A megemlékezésen a doroszlói Petőfi Sándor és a náluk vendégeskedő pécsi Jókai Mór általános iskola diákjai és tanárai is jelen voltak. A rendezvényen a Petőfi Sándor program ösztöndíjasaként érkezett Tóth Márton is részt vett. Az erdélyi tanár fontosnak tartja a megemlékezést. Annak ellenére, hogy én csak az utóbbi 7 hónapban voltam tagja ennek a közösségnek, mint segítség, mint oktató, szerintem nagyon fontos megemlékezni ezekre az emberekre, akik valamit tettek az itteni magyarságért, akik megismertették az itteni magyarságot, és úgy, mint Herceg János vagy Schweider József, fontos ezeket a szimbólumokat ápolni és megtartani a most csökkenő itteni magyarságnak. Herceg János munkássága kivételesen gazdag volt. Utolsó éveit Doroszlón töltötte, 95-ben Szomborban hunyt el. 98-ban Doroszlón emlékére irodalmi díjat alapítottak.